2002. februárjában egy maroknyi kárpátaljai református fiatalokból és lelkészekből álló csapat megalakította a Kriszt. Mai műsorunk főszereplője a szervezet elnöki feladatait látja el. Amellett, hogy Tiszaújlak és Tiszakeresztúr lelkipásztora, különleges missziót vállalt. A kárpátaljai elfelejtett gyermekek ügye az élete része lett. Ismerjük meg Sipos József mindennapjait egy kicsit közelebbről. Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet 2002-ben alakult meg Kárpátalján. Akkor itt volt egy ilyen ébredési idő, egy ilyen hullám Kárpátalján a 90-es évek végén, és nagyon sok mai ma szolgáló lelkész akkor indult meg, akkor találták meg az Urat, és köteleződtek el lelki pásztornak, és akkor ebből a csapatból kialakult egy olyan közösség, akik eldöntötték, hogy legyen egy református ifjúsági szervezet Kárpátalján, akik az ifjúsági élettel, misszióval fognak foglalkozni. Én akkor még csalánki ifis voltam, és én is akkor mentem el teológiára, és én nem a Krisz miatt, hanem a Nagydobonyi Református Líceumban tanultam, és már a líceum diákjai is olyan diákok voltak, akik az akkori ifi vezetők munkája nyomán kerültek a líceumokba. És alapító tagja voltam a Krisznek 2002-ben, mint salánki ifi vezető, és aztán így indult a Krisz, szépen évről évre nőtt a létszám, évről évre nőttek az alkalmak, nőtt a terület, amit lefedett egész Kárpátalján. És azok a fiatalok, akik itt maradtak Kárpátalján, akik nem tudtak elmenni, vagy anyagi okok miatt, vagy tanulás miatt, vagy család miatt, azoknak mennyire van szüksége a lélekmentésre? Most ezzel nem csak azt értem, hogy a nehéz gazdasági, meg anyagi helyzet miatt, hanem lelkileg a mai fiatalok milyen állapotban vannak? Úgy gondolom, hogy elért bennünket is a nyugat, és azok a hatások, a lelki hatások, amelyek nyugaton már 10-15 éve vannak, köszönhetően a social médiának és ennek minden átkának, a mi fiataljaink is a hatása alá kerülnek ezeknek, és nagyon nehéz elérni őket, nagyon nehéz azokkal a, mondjuk úgy, hogy régi módszerekkel megtalálni az ő lelküket, tehát ezért is próbálunk új utakon, új módokon, új módszerekkel közel kerülni a fiatalokhoz. Most itt vagyunk a Kriszpontban. Nézzünk egy kicsit szét, azért itt összpontosul a fiatalság, amikor befut hozzátok valaki, aki Krisztag, ugye? Hát ez itt az irodánk, tehát innen szervezzük a Krisznek az adminisztratív dolgait. Itt egy titkár és egy titkárnő dolgozik azon, hogy elérjük Kárpátalja minden gyülekezetét, és aztán itt van egy ilyen nagyobb közösségi terünk, ami eredetileg valamikor, amikor megépült ez a Kriszpont, úgy gondoltuk, hogy ez kávézóként fog működni, azért van itt egy bárpult, hogy egy keresztény kávézó lesz, de kicsit messze vagyunk a központtól, és emiatt ez nem valósult meg. És tudni kell még, hogy itt a Kriszpontban főiskolás lányok laknak, tehát hogy őnekik egy ilyen bérleti díj van, és közben a Kriszpontra is vigyáznak. És itt szoktunk tartani választmányi gyűléseket. Itt vannak ilyen kisebb rendezvények, a közgyűléseink itt valósulnak meg. Említetted a módszereket, hogy vannak újabb módszereitek, amivel megpróbáljátok a fiatalokat egy kicsit megnyerni Isten ügyének, és ha nem lennének ezek a módszerek, akkor mennyire tudnánk a mai fiatalságot elérni? Tudom, hogy azért most ez egy nehéz feladat.
Mindig igyekszünk az alaptól nem elmenni, és hiszük azt, hogy az evangélium mindenféle módszer nélkül elérné a fiatalokat, de azért igyekszünk úgy csomagolni egy nagyon drága kincset, egy drága értéket, hogy már a csomagolás is tetszen, hogy örömmel nyissa ki, és végül azt fogja benne találni, ami 10 éve, 20 éve vagy 100 éve benne volt, tehát a Bibliától jobbat, szebbet nem tudunk adni számukra az evangéliumtól. Viszont azt látjuk, hogy akár csak egy mobiltelefonos applikáción keresztül is már jobban megnézik ezeket a dolgokat, mintha csak szárazon odaadnék elé valamit. Itt van a falon felrögzítve, vagy kitéve a Krisz alapelvei. Ez azért elég meghatározó a kriszesek életében. Igyekszünk legelejétől kezdve ezekre az alapelvekre támaszkodni, és a legelső és a legfontosabb a döntés Jézus Krisztus mellett. Ennél fogva a Krisznek a tagsága kevesebb, mint más kárpátaljai ifjúsági szervezeteké. Viszont az aktív tagok azok valóban nagyon aktívak, hiszen a döntés Jézus Krisztus mellett a megtérés az alapja minden egyes tagságnak, és azután következik a szolgálat, azután következik a gyülekezetben való részvétel, a bizonyságtétel, a diakónia és a kapcsolattartás Jézus Krisztus népével. Bár még a családodat kicsit később mutatjuk be, de itt a Kriszpontban is van egy olyan szoba, vagyis a konyha, ugye, ami a családodhoz kötődik. Igen, a Kriszpont konyhájában található egy fal festmény, rajz, amit a lányom 12 évesen festett, és itt élte ki a művészi hajlamait itt is, és igazából én büszke vagyok rá, hogy már 12 évesen egy ilyet alkotott, és díszíti azóta is a Krisznek a konyhájának a falát. És ő vele most nem fogunk találkozni, ha jól tudom. Ja. Ő külföldön tanul, és ezen a vonalon is indult el, ugye? Eszter lányom a Megyesi Ferenc Művészeti Szakközépiskolában tanul Debrecenben, és azóta sokkal tovább és sokkal jobban fest már, mint itt, de 12 évesen én úgy gondolom ez is egy nagyon, nagyon szép műve, ami itt van a Kriszpontban. Itt vagyunk a kegyes szobájában Nagyszőlősön. Mit kell róla tudnunk? A kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése az egy civil csoport, amely most már több mint 2 éve jött létre. Egy véletlen kórházi látogatásnak köszönhetően, úgy is lehetne mondani, de tudjuk, hogy nincsenek véletlenek. És
megfordult az egyik gyülekezeti tagom, a Gera Anita itt ebben a kórházban, és attól kezdve bevont engem is a segítségnyújtásba, és elkezdődött valami. Csináltuk itt egy amatőr videót, és akkor is adományt hoztunk, és attól utána pedig mellénk állt a félvilág. És így nem volt nehéz álmodni. És aztán közösen megálmodtuk ezt a szobát, ami egy folyosónak a leválasztott része. Kis sziget. Igen, ez egy aki volt kint, azt tudja, hogy ez mennyivel másabb itt bent. Egy nagyon meleg, egy színes, egy gyönyörű szép hely a gyermekek számára, akikkel itt foglalkozunk. Kihozzuk őket a kórteremből, itt foglalkozunk velük, aztán mikor elmegyünk, akkor sajnos vissza kell, hogy kerüljenek a saját kórtermükbe. Nem egyedül látod el ezt a feladatot, nyilván te fogod össze az egész csapatot. Hogy tudsz olyan munkatársokat találni, akik elhivatottak és nem adják fel az első hónap után, mert azért komoly lelki háttér kell ehhez? Én úgy fogalmaznék, hogy nem én keresem őket, hanem ők keresnek meg bennünket, és valahol őket is megtalálja ez a feladat. Isten úgy irányítja a gondolataikat, hogy egyáltalán azért tudják, hogy mit vállalnak, és biztos vagyok benne, hogy mérlegelik, hogy azért fogják ezt bírni. Vagy lehet, hogy még az elején nem is tudják, de amikor már benne vannak, akkor napról napra erőt nyernek ehhez a szolgálathoz, hiszen nagyon nehéz azért ez, anyaként pláne, hiszen mindegyik ugye közülük édesanya is. Több ok miatt hagyják itt a gyerekeket. A legegyszerűbb az, amikor betegek a gyerekek, és a kórházi kezelésre szorulnak. Ebből amúgy nem is olyan sok van, hiszen a legtöbb gyerek azért nem súlyos beteg, hanem legtöbben azok a gyerekek vannak, akiket 5., 6. vagy még többedikként jönnek a családba. Otthon olyan körülmények vannak, hogy amikor jön a tél, mint most például megjött a hideg, most várható, hogy növekedni fog a gyerek létszám az osztályon, és ilyenkor megjelennek új arcok, akiket lehet, hogy tavasszal haza is visznek, de itt találnak ki. Az ukrán állam milyen támogatást biztosít a számukra? Nem tudom, hogy az ukrán állam támogatja-e ezeket a gyerekeket. És most például mit biztosítanak? Ha jól tudom, tápszert, azt talán kapnak, de még pelenkára se nagyon jut. Volt olyan, hogy a nővérek a bent lévő anyukáktól kértek pelenkát, meg popsitőlőt, meg egyéb dolgokat a gyermekek ellátásához, amíg nem volt ez a szolgálat, vagy nem voltunk itt. Azt tudom, hogy amióta itt vagyunk 2017. februárjától, ilyen gondja nincsen a kórháznak, mert a hollandokkal karöltve mi folyamatosan beszállítjuk ezeket a dolgokat az adományozóknak köszönhetően. És emellé meg már biztosítunk emberi erőforrást is, és körülbelül délután 4 óráig ellátjuk azokat a feladatokat, felmentve a nővéreket, amit elvileg nekik kellene, hogyha mi nem lennénk itt. Minden nap? Minden hétköznap. Interneten működik egy csoportotok, az egyik közösségi oldalon, az Elfelejtett Gyermekek csoportja. Elég sok tagot számlál, ha jól tudom, és közrejátszott ez is abban, hogy megalakítottátok ezt a csoportot, hogy nagyon sok adomány érkezett hozzátok. A világ minden részéről, New Jersey-ből is jött. Az első komoly adomány, amivel a mindennapi ellátásukat tudtuk biztosítani a gyerekeknek, az a Magyar Anyák az USA-ban csoport, Facebook csoport gyűjtött erre az alkalomra. Svájcból nagyobb adományt egy fodrászszalomból indítottak el.
mai napig cégek megkeresnek, hogy szeretnék támogatni ezt az ügyet. Kis egyéni csoportok, a legújabb az, hogy valaki a születésnapi ajándékát a családban, mindenki, amit a születésnapi ajándékára szánt volna, beletette egy persejbe, és azt mondta, hogy ezen az éven a szülinapi ajándékot az elfelejtett gyerekek kapják meg. Mire terjed ki egyébként még a hatáskörötök? Mi az, amit nem szabnak meg, mondjuk, hogy jó, ti nem etethetitek őket, ha jól tudom, vagy nem ti állítjátok elő a tápszerre, akkor mi az, amit tehettek? Hát igazából, amit ők idadnak a konyháról, akkor azt megetethetjük őket, illetve ugye a mindennapi gondoskodás, tisztába tevés, ápolása a kis bőrüknek, illetve hogyha bevonnak minket a nővérek a fürdetésbe. Tiszakeresztúri református gyülekezetnek a templomába érkeztünk be, ami szerintem egy gyöngyszem, egy gyönyörű szép templom Máramaros Ugocsa egyházmegyébe. 2006-ban, novemberben, pont 3 éve szenteltük fel ezt a templomot, ami még nem abból a támogatásból épült, amiből most épülnek a Kárpátalján a református templomok, hanem teljesen önerőből, nagyon-nagyon kevés külső segítség volt benne, és ennek a templomnak én úgy gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb erőssége, hogy így mondjam, és igyekeztünk ezt a templomot úgy meghagyni az utókor számára, vagy úgy megalkotni, hogy ez a templom üzenjen. Az egyik oldalon, a karzaton a Heidelbergi KT-nak a 3 része van, az ember nyomorúságáról, megváltásáról és az embernek a hálájáról. A másik oldalon pedig a sákramentumok, ennek pedig az a különlegessége, hogy a gyülekezetnek a saját urasztali edényei vannak ráforogva a fára, és a többi pedig többi jellegzetesség, hogy a férfi és a női külön oldal, ami Kárpátalján még mindig működik, és hagyomány, hogy külön ülnek a férfiak és a nők, ezt külön jelöltük, külön szimbolikával, és egyébként is a magyar motivumok, hogy a magyarságot megőrizzük, és magyarságot így is átadjuk az utó nemzedéknek. A felújításnál találtunk egy olyan részét a templomnak, ami bizonyítja, hogy ez egy legalább 700 éves templom, és ez el volt fedve, de úgy gondoltuk, hogy mi ezt nyilvánossá tesszük, hiszen ez a múlt, ez a templomnak a régiségét bizonyítja, hogy ez még reformációkor előtti. A templom legalábbis ez a része biztos, volt hozzáépítés, a régi haranglábnak a gerendái vannak benne abban a karzatban, de igazából ez a része, ez biztos, hogy ez egy nagyon ősi rész, a régi oltár itt lehetett, és igazából ez bizonyítja ezt. A lelkész családra mindig plusz feladat hárul, már csak azért is, mert lelkész család. És egy anyukára talán még több. És akkor meg még több, ha még a lelkész plusz feladatokat is vállal. Milyen egy lelkész családban élni? Elég nehéz volt megszokni, mert hát sok idő kellett hozzá,
hogy megszokjam azt, hogy gyakran van távol, és sok mindenben nem tud segíteni, de hát már most eljutottam odáig arra pontra, hogy most már megértem, hogy neki menni kell, és hát támogatom mindenben, segítek neki, és igyekszem, hogy amit lehet, én azt megoldjam egyedül, de amikor itthon van, akkor tud segíteni a gyerekek között, és általában ő fürözte őket mindig, mind a két kicsit. De jó. És hogyha itthon van, akkor el tudja vinni óvodába, iskolába őket, vagy értük megy. És akkor hát, amiben tud segíteni, akkor segít, de sokat van távol. Nagyon. És egy házasságot ez mennyire visel meg például, hogy egy apuka nincs mindig? Hát. Akkor is, ha hazajön este. Házasságot nem viseli meg, mert ugye tudtam, hogy mire számítsak. Igaz, hogy mikor összejöttünk, akkor nem volt még ez szóba se, nem volt még elhívása se, hogy lelkész lesz, de mikor megtudtam, akkor nem volt ez nekem probléma, mivel én is egy megtért hívő lány voltam, és én nem láttam ezt akadálynak, hogy én lelkész feleség legyek, és igyekeztem jó feleség lenni, hogy támogassam minden munkájában. Ha jól tudom, egy osztálytársak voltak gimnáziumban. Nem osztálytársak, hanem... Ja, csak egy gimiben jártak. Egy gimiben jártunk. Én voltam az első kibocsátás, az első év, mikor megnyílt Dobronyba a gimnázium. Ő pedig a másodikba került, és hát mivel évvesztes volt, ezért volt ő másodikban. Amúgy egy idősek vagyunk. És hát ismertük mi egymást, már hamarabb is, de úgy igazából 1997-ben jöttünk össze, és úgy, hogy Istentől kértük az elhívást, hogy mutassa meg, hogy legyen ez a kapcsolat, vagy ne legyen, és mi rögtön tudtuk, hogy ebből házasság lesz, mi nem is kételkedtünk ebben, tehát mi 1997 óta együtt vagyunk. Az esküvőnk pedig az 2000-ben volt, tehát 3 évet jártunk, és hát most az évem volt 19 éve, hogy együtt vagyunk. Ez hosszú idő. Igen, nagyon sok. És gyümölcsöző, 4 gyermek. Igen, 4 lány. Van egy 18 éves Eszter, aki Debrecenben tanul a művészeti szakközépben. És van egy Rebeka, egy 14 éves, ő most 9-es. Van egy Teodoránk, aki most ment első osztályba. És itt van Viktória, aki most ment óvodába, 3 éves. Család, az milyen szerepet tölt be az önök életébe? Hát nagyon fontos, hogy időt szánjunk egymásra, a közös kikapcsolódásra. Igyekszünk évente mindig elmenni közös kirándulásra, mert ez szerintem a legfontosabb, hogy amikor félreteszünk minden munkát, és csak egymásnak vagyunk, csak a gyerekeknek vagyunk, és csak házaspároknak vagyunk, mint férj és feleség. Tehát erre igyekszünk időt szakítani. Évente legalább egyszer, hogy 2 hétig csak együtt vagyunk, és akkor nincsen semmi munka. És hát szerintem ez a legfontosabb, hogy időt szakítsunk egymásra, odafigyeljünk egymásra, lássuk, mi az, amire szükség van a másiknak, és betöltsük ezeket a szükségeket. A lányok mennyire tudnak részt vállalni a mindennapokba, hogy értik, főleg a kicsik, és hogy ők keresztény családban élnek, ők rájuk ezzel hárul plusz feladat, vagy nehezebb nekik? Hát a kicsik nem, mert szerintem ők megszokták, mert ebben nőttek fel első perctől kezdve. Szerintem most a két nagynak nehéz úgy néha megszokni ezt a helyzetet, hogy egy lelkész családba kell, hogy felnőjenek. Lelkész gyerekként, mert sokkal nehezebb úgy a világban helytállni, mert sokkal többet várnak el tőlük, hogyha egy lelkész gyerek, mint egy egyszerű gyerektől. És hát éppen ezért sok mindenben nehéz döntést hozniuk, mert nem tudják felvállalni sokszor azt, amit ők szeretnének, mert alkalmazkodni kell ahhoz, hogy apuka lelkész, és ezt várják el tőle. Voltak nehéz időszakok? Volt, amikor Teodoránk 3 éves volt, Viktória akkor volt 1 hónapos, és hát egy baleset történt, nyitva hagyták a kaput, új lakon laktunk még akkor. Közel az utat nagyon, és forgalmas. Hát ott nagyon nagy forgalom van, és hát nem is tartottuk soha nyitva a kaput, de jött egy idegen, kinyitotta, és úgy is hagyta.
Hát sok gyerek volt akkor az udvaron éppen, mert bablátogatóban voltak az ismerősök. És hát pont Teodórán volt az, aki leszaladt. Mivel ő ilyen eleven gyerek volt nagyon, ezért ahogy észrevett, hogy nyitva a kapu, ő rögtön kiszaladt, és neki szaladt az autónak. Hát hála Istennek, hogy nem történt nagyobb baja, csak eltört a lába. Az egy nagyon nehéz időszakunk volt, mert ugye pici volt a kicsi, még szopott, nem tudtam vele menni a kórházba. A keresztanyja kísérte el, meg az édesapja vitte. És onnantól kezdve megváltozott az ő élete teljesen, mert hát egy hónapig nem is tudott aludni. Mert állandóan felrettent, felugrott. Traumaként. Igen, és sok mindenbe visszamaradtunk. Akkor tanultunk meg a szobatiszták lenni, visszamaradt, a beszédünk visszamaradt, a beszédfejlődése nem alakult sehova, és hát akkor elindultunk orvoshoz, és így kerültünk el Debrecenbe egy pszichológushoz, aki ajánlotta, hogy egy szenzomotoros tornát próbáljunk ki. Mi akkor be is iratkoztunk, és hála Istennek mi egy éve járunk szeptemberbe, és nagyon sokat fejlődött a Teodóránk, mert be tudtuk adni első osztályba. Tehát nem kellett, hogy késsen, hogy halasszon, mert kikértük a véleményt az orvosnak, és azt mondta, hogy mehet iskolába, és ennek örülök, mert úgy látom, hogy ha nem is úgy van, nem is úgy beszél, mint a többiek, meg nem is úgy fejlődött, mint a többiek a beszédébe, de utol fog érni a többi gyereket is, mert tud olvasni, tud számolni, tud írni, tehát amit a többiek tudnak, ő is tudja. Csak még nem tud olyan, nincsen olyan gazdag szókincse, és nem tudja úgy magát kifejezni, de én hiszem azt, hogy minden rendben lesz. És Viktória, láttam Viktória. Én nagyon kis, eleven, mozgós, aranyos. Igen, csak mióta elindultunk óvodába, azóta egy kicsit visszahúzódó lett, de itthon nincsen vele gond, ez nem probléma, csak az óvodába, de lassan megtanulja, hogy ott is beszélni kell. Azt mondtam, hogy akkor fog beszélni, amikor ő akar, amikor úgy gondolja.